Valamilyen küzdősport? Kerékpározás? Sakk? Asztali tenisz? Hogy melyik sportágat válasszák a gyerekek, mindig nagy kihívást jelent. Ebben segített idén is a Szabadidő Szeretem rendezvény sorozat keretében megrendezett Óbudai Sportágbörze az Academy Golf Budapest területén. 30 helyi sportegyesület mutatkozott be, az érdeklődők kipróbálhatták a sportszereket, és akár már edzésre is jelentkezhettek. Csiki Attila, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Vezetője foglalta össze, hogy mi is a célja a rendezvénynek. Óbudán számos sportegyesület működik, akik közül 30 jött ki erre a rendezvényre, hogy megmutassák magukat, gyerekek előtt népszerűsítsék tevékenységüket, kihoztak olyan eszközöket, amiket edzés közben is használnak, és új sportágok is bemutatkoztak, és mindenre azért van szükség, hogy a gyerekeknek lehetőségük nyíljon arra, hogy megismerjék ezeket az egyesületeket, és válasszanak, hogy mit szeretnének a lakókörnyezetükben sportot űzni. Minden esetre a szülők sem unatkoztak. Nagyon jó, szuper az idő, remek a helyszínválasztás, és örülünk a gyerekeknek, hogy megmutathatják, hogy mit tudnak. Mi is egy sportágat képviselünk, a judót, a ledényi judó teamnek a szülei vagyunk, mind a ketten, és a gyerekeink lassan fellépnek, érdeklődve figyelnek más sportágakat. Akit a sok sportág kifárasztott, az mehetett egészségügyi szűrővizsgálatra is. Akit viszont a csillagászat érdekelt, Jakabfi Tamás amatőr csillagász vezetésével megismerhette a távcsöveket, és felnézhetett az égre. Most szerencsére nagyon jó idő van, vagy egy egyszerű napórát tudunk megmutatni, vagy egy egyedi készítésű távcső, ami kivetíti a napot, illetve a saját távcsővénkkel pedig meg lehet nézni rendesen a távcsővel is. Az Óbudai Baseball és Softball Sport Egyesület bemutatója is sokakat vonzott. Például Ábelnek is a baseball tetszett a legjobban. Nekem nagyon tetszett ez a baseballozás. Egyébként a csillagászatnál voltunk, nemrég jöttünk, és nagyon tetszett eddig. A gyerekek tánc bemutatója is nagy sikert aratott. A Szabadidő Szeretem rendezvény sorozat június 5-én a Tour de Óbuda bicikli versennyel folytatódik. Jöjjenek minél többen, sportoljanak!